Az Európai Tudományos Akadémia tagjai közé választotta Hegyi Pétert, a Pécsi Tudomány Egyetem Transzlációs Medicina Központjának igazgatóját. Ennek kapcsán beszélgetünk vele a stúdióban. Üdvözlöm itt nálunk! Üdvözlöm, és köszönöm a meghívást! Hogyan lehet elnyerni az akadémiai tagságot? Önt mi alapján választották meg? Általában az akadémiai tagságokat minden akadémia esetében jelölés útján történik, méghozzá van egy pár fő, aki összeírja az illetőnek az addigi munkásságát, jelöli, és ezek után van egy bizottság, aki értékeli a bejött jelölteknek a, az addigi eredményeit, és az alapján választja ki azokat, akiket fölvesznek az akadémiai intézményébe. Önt milyen munkássága alapján választották meg? Ami az indoklásban gyakorlatilag volt három olyan nagyon fő terület, amit, amit az elmúlt időszakban sikerült, azt lehet mondani, hogy eredményesen fejleszteni. Az egyik ilyen a, nyilván az alapkutatás és a klinikai kutatások a hasnyálmirigy betegségek területén, hiszen ez a fő kutatási területem, ebbe sikerült olyan eredményeket elérni, ami már a betegellátásban látható, és a halálozási adatokat, bentfekvési adatokat tudtuk jelentősen csökkenteni. Tehát az egyik az egy népegészségügyi óriási fejlesztés, ami a betegek hasznára vált. A másik fő dolog volt a Nobel-díjas programunk, amit Szegeden indítottunk, és reméljük, hogy országosan is ez terjedni fog, aminek a fő lényege, hogy megállítsuk azt a fajta agyelszívást Nyugat-Európába, hogy a legkiválóbbak a világ legerősebb egyetemeire, Oxford, Cambridge, Harvardra menjenek ki, megpróbáljuk ezt az iskolarendszert ide beépíteni és olyan kiváló kutatókkal, mint Nobel-díjasokkal felszerelve egy olyan iskolát képíteni, ami a világon egyedülálló és képes versenyezni ezekkel az egyetemekkel. Azt hiszem, hogy a programnak egy komoly színvonalát jelzi, hogy Berszakman Nobel-díjas kutató el is vállalt ennek az iskolának a vezetését, aki egyébként itt volt Pécsen is ebben az évben, és ő az, aki a szakmai program részét irányítja, tehát ez is egy nemzetközileg látható horderejű program volt, és a harmadik pedig a Pécsi tudomány Egyetem a Translációs Medicina Központnak a megalakítása, ami innentől kezdve már nem csak a hasnyálmirigy betegségekben tudja ezt a fajta modellt, az alapkutatásból a klinikumba való eredmények átjutását produkálni, hanem minden más tudományterületet be tud vonzani, és hát az elmúlt két évben azért, ha valaki követi a, a központ munkáját, ott ők jól látják, hogy most már a neurológia, a kardiológia, a gyerekgyógyászat és nagyon sok más disziplína is bekapcsolódott, tehát úgy néz ki, hogy ebben is egy nagyon komoly, nagy program készül. Ez a három dolog volt az, amit a jelölés során, illetve hát a, amikor megkaptam a, az eredményt, ezt jelölték meg. Főkutatási témájával miért kezdett el annól foglalkozni? diákként még az ember elsősorban próbál, ami éppen érdekli a fele menni. A belgyógyászat számomra mindig szimpatikus volt, és hát a, az első gyakorlaton pont egy olyan témavezető volt, akinek a hasnyálmirigy betegség volt a fő területe, megtetszett a téma, és elkezdtem ezen a területen dolgozni. Mit jelent pontosan a translációs medicina? A translációs medicina az egy interdisziplináris tudományos terület, és megpróbálja a különböző szakterületek nyelvezetét egy nyelvre kovácsolni, összefordítani, és ezzel elképesztően fölgyorsítani minden nemű tudományos eredmény vagy új tudást a betegekhez való visszajutását. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy az alapkutatás, klinikai kutatás az nyilván két terület, de mellett még ehhez kellenek informatikusok, biostatisztikusok, adatmenedzserek, és rengeteg olyan személy ezekben a, a, a dolgokban, akik szinte teljesen különálló nyelvet beszélnek-e. Mint hogyha leülnénk mondjuk 11 asztalhoz, és mind a 10 embernek más lenne a nyelvezete. A transzlációs medicina nem más, mint ezt egy nyelvé teszi, és nyilván, hogy egy tárgyalás is lényegesen másként, lényegesen nagyobb outputtal tud menni, ha mindenki tudja ugyanazt a nyelvet. A transzlációs medicina ezeket a területeket hozza össze. Mik a jövőbeli tervei? A jövőbeli tervek azok mindig grandiózusak. Mind a két területen a translációs medicinában is úgy gondoljuk, hogy ezt országos szintre kellene emelni, sőt, hát azt kell mondanom, hogy nemzetközi szintre, hiszen ez a 21. századnak egy olyan fajta áttörési lehetősége a földgyorsult világunkban, amivel a tudományos eredmények nagyon gyorsan a, az emberek hasznára tudnak válni. Én bízom benne, és hát az eddigi tapasztalatok azért azt mutatják, hogy országosan is, és a kormányzat részéről is nagyon komoly érdeklődés van ez a fajta tevékenységbe. Tehát én, ha elképzelem, akkor, akkor úgy gondolom, hogy ez nagyon komoly egészségügyi oktatás és tudományos áttörést tud hozni Magyarországon. A Nobeles programnak meg hasonlóan szeretném elérni, hogy a minden egyetem környékében Magyarországon ilyen típusú kollégiumok legyenek, és a Nobel-díjasok tulajdonképpen Magyarország utcáin sétáljanak. Mi további jó munkát kívánunk és gratulálunk Önnek. Köszönöm szépen a meghívást.